A kormány 2011-ben vezette be a Nők 40 programot. A rendkívül népszerűnek bizonyult családpolitikai intézkedésnek a fő célja, hogy támogassák azokat a nőket, akik 40 év munkaviszony, illetve jogosultsági idő után még a nyugdíjkorhatár elérése előtt szeretnének nyugdíjba vonulni. A Nők 40 tulajdonképpen egy nagymama nyugdíj. A Nők 40-nel szeretnénk visszaadni a nagymamákat a családoknak, jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család, ifjúság és nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. A projekt célja, hogy a generációk közötti kapcsolat megerősödjön. Ennek a lehetőségnek köszönhetően több mint 150 ezer olyan család van, ahol az unokák többet lehetnek együtt a nagyszüleikkel, ahol az unokák többet élvezhetik a nagymamának a gondoskodását, a nagymamának a szeretetét. Tehát tulajdonképpen több mint 150 ezer nagymamát tudtunk ilyen formán visszaadni a családoknak. Akik kicsi gyermeket nevelnek, sokan átérzik azt, hogy milyen jó lenne az, hogyha a nagymamák jelen tudnának lenni, hogyha a nagymamák több időt tudnának az unokákkal tölteni. Ez a családpolitikai intézkedés segíteni kíván a nagymamáknak, a kisgyermeket nevelő családoknak és az ezáltal nyugdíjba vonuló nőknek. A nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjba vonulásnak a lehetőségét eddig 168 ezer nő vette igénybe Magyarországon. Ebből is látszik, hogy ez a program rendkívül népszerű, és nagyon sokan szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. A Nők 40-et a férfiakra nem tervezik kiterjeszteni. A program azokat a nőket célozza meg, akik a nyugdíjkorhatár elérése előtt akarnak nyugdíjba vonulni. Feltétele, hogy kizárólag 40 év bejelentett munkaviszony után lehet érvényesíteni a kedvezményt. A fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg gyermekeket nevelő anyákra és azon családokra, akik 5 vagy több gyereket neveltek fel, egy különálló és kedvezőbb szabály vonatkozik.